Üdvözletünk! A The Walking Dead képregények hallatlan sikernek örvendenek, amit tovább öregbített a remek tévésorozat, valamint a Telltale Games gondozásában megjelent epizódikus játék is. A történet odaszögez minket a lapok és a képernyők elé, a váratlan fordulatok, valamint a szereplők felé táplált szimpátia vagy netalántán az utálat pedig előhozza a csak még egy részeffektust. Azt hiszem, nyugodtan kijelenthetjük, hogy a márka alatt eddig megjelent dolgok mind nagy sikernek örvendenek, már csak a plüss figurák hiányoznak a repertoárból. Ezúttal azonban a Terminal Reality igyekszik lenyűgözni a rajongókat, méghozzá úgy, ahogy eddig még sosem láttuk, első személyű nézetben. A The Walking Dead Survivor Instinctben Daryl és Merle Dixon történetét ismerhetjük meg jobban azokból az időkből, mikor a fertőzés még csak épp hogy felütötte a fejét. A feladatunk egyszerű, el kell jutnunk Atlantába, ahol nem járkálnak zombik fel és alá. Persze ezt könnyen mondani, mint csinálni, ráadásul az útunk sem lesz kalandoktól mentes. Bár a játék FPS-ben mozog és az akciót sem fogja nélkülözni, valójában itt jóval többről van szó, és ha nagy dírrel, durral megindulunk, könnyen a fűbe is haraphatunk. Fontos, hogy mindig legyen nálunk ellet, és a lőszereket is gondosan be kell majd osztanunk. Bár számos fegyverre számíthatunk, a pisztolyok, shotgunok és egyéb testroncsoló puskák nem jelentik azt, hogy minden élettelen testet meg kell kínálnunk forró ólommal. Mondjuk azért sem, mert a zombik érzékszervei működnek, és a zaj hatására csak úgy csődülnek majd a nyakunkra, szóval előnyösebb a lopakodást választani és csendben elintézni a dögöket, kihasználva a közelharci képességeinket, na meg persze gyönyörködni a kivégzésekben. Nem lesz ritka az ijesztgetésem, mikor váratlanul beindulnak a skriptek és ránk rontanak, ezzel tartva fokozatosan fent a figyelmünket és nyomatékosítják a halandóságunkat. A sztorit, cselekményt illetően a fejlesztők együttműködtek az eredeti széria forgatókönyvíróival, így remélhetőleg egy buta akciójáték helyett egy történetmesélős, jelenfejlődős, morális döntésekben gazdag utazásban lehet majd részünk. Főhőseink is változhatnak, átformálódik a gondolkodásuk, ráadásul még egymással is képesek lesznek agancsot akasztani, ha nem egyezik a véleményük. Az utazást számos túlélő hivatott majd feldobni, akiket megmenthetünk, vagy a romlott, lappangó gonosz énünket szabadon eresztve zombi eledelként is használhatunk. A különböző képességekkel rendelkező szerencsétleneket persze célszerű lesz megmenteni, mivel sosem lehet tudni, hogy mivel lehetnek majd a segítségünkre. A kirándulásunk során váratlan események is felütik majd a fejüket, mint a különböző útorlaszok vagy az üzemanyag hiánya, melyeket minél előbb orvosolnunk kell, és ilyenkor bizony minden segítőkéz jól tud jönni. Külön jó pont, hogy Michael Rooker és Norman Reedus, akik a sorozatban alakítják a fibéreket, nem csak az arcukat adták kölcsön a fejlesztőknek, de a hangjuk is felvételre került, így a beleélés, ha úgy tetszik, még könnyebb lesz. A játékból korábban több látnivaló is napvilágot látott, de az első videókat még a kiadó is letagadta, mondván ezt bizony nem ők követték el. Jobb is, mert a látvány nem volt túlságosan meggyőző, bár ez igaz a hivatalosan közzétett anyagokra is, de ha valami elsőre nem szép, abból még nem következik egyenesen, hogy rossz is lesz. Sajnos az Activision kihúzta a PC-t a platformlistáról, amihez még indokot sem kaptunk, reméljük, hogy ha késve is, de asztali gépeken is lesz lehetőségünk egy kis zombis kirándulásra. Mint látható, a fejlesztők próbálják visszaadni azt a nyomasztó érzést, amit a sorozat és a képregény is magában hordoz. Az egymásra utaltság, a folyamatos rettegés és a kilátástalanság nagyszavak, reméljük sikerül is nekik tökéletesen átadni digitális formában, elvégre kicsit hülyé venné ki magát, ha egy agyatlan lövöldét kapnánk. A megjelenés már nincs messze, március 22-én neki is indulhatunk a nagy kalandnak. Köszönjük a figyelmeteket, sziasztok!